Gulat Anita vagyok, nézzétek ti is a Zene Show TV-t! Ebben a szállodában lakik a magyar női kézilabda válogatott itt Újvidéken, már csütörtök óta, sőt már a csehek elleni győztes meccsen is túl vannak. Most megnézzük a spinning edzésüket, és megnézzük, mit ebédelnek a lányok. Tomoriék akkor is feltalálják magukat, ha nincs meccs. A tavalyi EB után már vannak bejáratott kávézók a hotel környékén. A hotelben olyan nagy élet nincsen, tehát megfogjuk egymás kis kezét, aztán kisétálunk. Van itt egy bolt, egy kávézó, a belvárosban vannak üzletek, úgyhogy valószínűleg ezt egy hét múlva kérdezed, már tudom mondani, hogy milyen üzletek vannak egymás mellett. De az is jó, tehát jól esik sétálni, ott is beszélgetünk, a játékmódban biztos, hogy találunk valami bolondságot, amit megveszünk, és utána azzal szórakozunk pár napig. De meg utána videók, tehát mégis annyi időd nincs arra, hogy teljesen kikapcsoljál, de ezek, ami lehetőségek adottak, azok megvannak, és azzal azért élünk is. A lányok hétfőn Tunézia, kedden pedig az ausztrálok ellen lépnek pályára, ahol tovább lehet csiszolgatni a válogatott játékát. Az első fél időben látszott, hogy lerovásba is, ha nem ütjük le a labdát, hanem egyből adjuk a másiknak, már az ittszere lett volna. Tehát ez az éles helyzetben az összeszakottság, vagy az a pillanat, amikor ahogy rohansz, már adod a másiknak, és be tud egyből menni, nem kell lepattintani, várni kicsit, és hogy elveszted az ütemet, ebből már nem megy úgy a húzás. Én ezeket érzem úgy. A védekezésünk a második fél időben szerintem nagyon jól összeállt, azon kell még csiszolni majd, ha nagyobb lövők lesznek, ugye azokra sokkal jobban ki kell lépni, azokat a váltásokat kell majd még gyakorolni. Úgyhogy azért jó ez végülis, ez a cseh Tunézia Ausztrál, hogy azért más ellenfelek ellen tudjuk ezt gyakorolni. Reggeli spinning után megebédeltek a lányok, délután pedig újra edzés, akkor már a csarnokban, ahol a románoktól 27-17-es vereséget szenvedő Tunézia ellen készül a válogatott.